apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeki, s örökre, a világ végi esett földeké, s megint külön a kutyaólak csöndje, a levegőben menekvő madárhad, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, oly nyugodt. De vérraszt vál a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka. Hányódom én, mint ezer levelével, s szólok én, mint éjjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását? Az évekét a gyűrött földeken? És értitek a mulandóság ráncát? Ismeritek törődött készfejem? És tudjátok nevét az árvaságnak? És tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétet, hasadt patákon, hártyás lábakon, az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenc fejet, ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kint. Ismeritek? Feljött a nap. Veszőnyi fák sötéten, a haragos ég infravörösében. Pilinszky János 1954-ben írt egyetemes érvényű és talán legismertebb versével. Az Apokrif című verssel kezdődött az a megemlékezés, amit a költészet napja alkalmából tartottak Balatonfüreden. Talján Marian és Lázár Balázs összeállításában Pilinszky szakrális verseit hallhattuk a Szőcs Géza irodalmi szalomban. Azt hiszem, ennél aktuálisabb verseket nem is lehet most mondani, így, mint az Apokrif is például, amiben ugye hát a Pilinszky egész életét a háború, a második világháború élményei befolyásolták, és most is háborúban vagyunk, reméljük nem a harmadik világháború előtt, de maga az Apokrifban is vannak olyan kissé harmadik világháborús képek, tehát az életünknek a kihívásairól szól talán, nemhogy aktuális, hanem talán most igazán aktuálisak ezek a Pilinszky versek, miközben a mélyén, a fájdalom és ugye a létbevetettség nehézségei mélyén mindig ott a szeretet, mindig ott a szépség és az üdvözülés lehetősége. Az Egyenes labirintus című előadáson Szokolai Dongó Balázs zenélt. A költészet napja alkalmából Orosz Andrea, a Szent Benedek középiskola magyar tanára mondott köszöntőt. A vers, ha alkotójának ajkáról csendül fel, felerősödve képes hatni. Jó néhányan ülhetnek itt köztünk, akik tanúsíthatják, hogy Pilinszky János előadásában saját versei milyen utánozhatatlanul különleges élményt jelentettek egykor, s jelentenek természetesen ma is a hangfelvételek jóvoltából. Auschwitz után nincs költészet. Pilinszky bebizonyította, hogy van, csak másként, mint korábban. Egy helyi vonatkozású gondolat Pilinszky János kapcsán. Fénykép is tanúsítja, hogy a költő megfordult Lipták Gáborék villájában a 60-as években, illetve a 70-es években rendszeresen nyaralt legkedvesebb nagynénjével, Bébivel Füreden. Engedjenek meg még egy személyes történetet Pilinszky Jánosról.
2000 táján mesélte egy tanítványom, aki azóta Londonban él, és a Királyi Zenei Főiskolán tanít, hogy a legjobb barátja nagyszülei ugyanabban a bérházban laktak, Pesten, mint Pilinszky János. Egy téli napon megtalálták a leszakadt kabát gombját a lépcsőházban, amit kegyelettel megőriztek. Végül a gomba tanítványomhoz került, fétis tárgy ma is. Az irodalom bővülő körű tudás, kollektív tudás. A személyes kapcsolódás lehetősége hozzátehet az élményhez. Én azóta erre a kabát gombra is gondolok, ha az Aggónia Krisztiána gyönyörű, tömör megfogalmazású sorai eszembe jutnak. Szellőivel, folyóival, oly messzi még a virradat. Felöltöm ingem és ruhám, begombolom halálomat. A gomb, ha a kezünkben van, ha felmutatom, könnyen kelt újabb asszociációkat, akár profán módon. Sok más lehetőség mellett nekem elsőre Tandori Dezső jutott eszembe. Milyen felemás érzések közt élünk? Milyen sokféle vonzások között? Pedig zuhanunk, mint a kő, egyenesen és egyértelműen. Hányféle szégyen és képzel dicsőség hálójában evickélünk, pedig napra kellene teregetnünk mindazt, mi rejteni való. Milyen megkésve értjük meg, hogy a szemek homája pontosabb lehet a lámpafénynél. És milyen késve látjuk meg a világ örökös térdre roskadását.